Most aki aludt, az felébredt, nem? Lehet, de azt kéne néha csinálni, amikor úgy látjuk, hogy egy gyülekezet nagyon unalmas, vagy nagyon alvófél, velünk is ilyen hangokat csinálunk, nem? Sok? Kicsit vegyük lejjebb akkor a tüdőjétszer hangomat. Jó? Megmondom őszintén, hogy egy párszor már tanítottam az imádságról. Olvasok az imádságról, könyveket is olvastam már az imádságról. És az elmúlt egy évben már bizonyságot is tettem erről múltkor, szilveszterkor, 31-én a gyülekezetben, hogy ebben az évben, az elmúlt egy-másfél évben tapasztaltam olyan dolgokat az imádságról, az imádságban, ami úgy gondolom, hogy hitébresztő, hogy inspiráló arra, hogy megéri Isten népének imádkozni. Kell foglalkoznunk az imádságnak az üzenetével, kell megértenünk, hogy Isten miért beszél az imádságról, miért ír a Biblia az imádságról olyan sokat, mind az Ó, mind az Új Szövetségben. És én mondtam, több könyvet olvastam, már mindegyik könyv, ahogy olvastam, tényleg hitépítő volt. Tényleg olyan jó, olyan bizonságokat hallgatni, vagy olvasni, amivel látod azt, vagy látjuk azt, hogy azok a testvérek, azok az emberek, akik újjászülettek, akik adták Istennek az életüket, hogy milyen gyümölcsöt termett az, amikor munkatársá lehettek Istennek. Én most az elmúlt év, a 2018-as év végét azzal töltöttem leginkább, amikor ráértem, amikor vége volt a munkámnak a nagyjának, hogy belevetettem magam ebbe a témába. Szerettem volna még inkább megérteni Isten szívén, mi van az imádságról, de szerettem volna még inkább megérteni azt, hogy mik lehetnek az akadályai annak, hogyha te vagy én imádkozunk, az meghallgattassék. Tegye fel a kezét az, bár tudom a választ, hogy ki az, aki szeretné azt, hogy mikor imádkozik, vagy amiért imádkozik, az megvalósulna. Nyilván mindjárt dicsőség Istennek. Erről lesz ma szó. De hogy mindjárt ott van az, hogy annyi szó esik az imádságról, annyi bizonyságot hallunk az imádságról. Olyan jó lenne, ha az én életemben is működne az, hogy imádkozom, és működik, és gyümölcsöt terem. És jó gyümölcsöt terem. Úgyhogy ma az imádságot úgy szeretném összefoglalni, úgy szeretnék róla tanítani, velős lesz, nagyon sok igét fogunk megnézni, azért az ige fog bennünket tanítani és bátorítani ma az imádságra. De úgy szeretném ma összegyűjteni, hogy megnézzük azokat a dolgokat, hogy mire vagyunk, hogy miért, honnan tudhatjuk azt, hogy mi tényleg el vagyunk hívva az imádságnak a szolgálatára, egyrészt. Másrészt, mik az akadályai annak, hogy az imádságaink sikeresek legyenek. Harmadrészt, olyan imaformákat fogunk megnézni, amit hogyha megértünk, hogy mikor, miért, hogyan imádkozzunk, akkor az szintén sikerre vet bennünket. Tehát most ilyen ima kapszulákat, ima formulákat fogunk nézni. Ezzel bátorítani szeretnének arra, hogy azokat az igéket, amiket majd fogunk olvasni, ha más nem, azokat legalább jegyzeteitek le, nagyon sokat segíthet, ha meg lesz az a pár, 20 pár ige rész, amit föl fog olvasni otthon, és végig tudtok rajta menni, csak azokat az igéket, ha el fogjátok olvasni, Isten azokon az igéken keresztül fog benneteket bátorítani, hitet fog ébreszteni arra, hogy buzgókodjatok az imádságban. Hiszem azt, hogy ma beszélni fogunk róla, és ahogy otthon fogjátok olvasni az igéket, vagy bármikor az életben olvasni fogjátok az igéket, fog bátorolni a szívetek arra, amit Isten akar nekünk tanítani az imádságban. Jó? Legelőször is szeretnék, mielőtt belemennénk a fő részbe, azt gondoltam, hogy egy olyan igével szeretném kezdeni, ami kicsit, tehát az alapról szeretném kezdeni, jó? Ma egyébként nem az alapról lesz szó. Ma olyan igéket fogunk hallgatni, vagy olyan igéket fogunk tanulmányozni, ami ime harcossá tehet bennünket. Ami arra inspirál bennünket, hogy igenis lépjünk ki, és menjünk tovább azon az úton, hogyha már elkezdtünk imádkozni. Arra fogunk bátorító, tanító igéket hallgatni. De szeretnék egy olyan igével kezdeni, ki van már éve fölöttünk? A Lukás 18:10-14-ből, ami megadja annak az alapját, amit imádságnak hívnak,
ami Istenhez fordulásról hívna, az egésznek a lelkületét. És azt gondolom, ez a lelkület végig kell kísérni, bármilyen ima formulában is vagyunk, bármilyen helyzetben vagyunk, ez a lelkület jó, ha végig kísér bennünket, ez pedig az alázatnak a lelkület. Ki van írva? Két ember ment fel a templomba imádkozni. Ez a Lukás 18:10-14-ben van. Két ember ment fel a templomba imádkozni, az egyik farizeus, a másik vámszedő. Most mindjárt olvasom tovább, csak ezt a mondatot elolvastam. A feleségem, amikor csináltuk a vázlatot, először azt hitte csak, hogy ezt a mondatot kell leírni. És akkor írt, hogy két ember ment fel a templomba imádkozni, az egyik farizeus, a másik vámszedő. Azt mondja, ebben fogod kezdeni, ez, azt mondja, ez nagyon kemény lesz. Nem tudtam, hogy nem tudja tovább kell olvasni. Tehát eddig a vicc. A farizeus megállván így módon imádkozott magában. Isten, hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint egyéb emberek. Ragadozók, hamisak, paráznák, vagy mint ím ez a vámszedő is. Böjtölök kétszer egy héten, tizedet adok mindenből, amit szerzek. A vámszedő pedig távolával még személy sem akart az égre emelni, hanem veri vala mellét mondván, Isten, légy irgalmas nékem bűnösnek. Mondom néktek, ez megigazul ment a lázőházához, inkább, hogy nem amaz, mert valaki felmagasztalja magát, megaláztatik, és aki megalázza magát, felmagasztaltatik. Azért gondoltam, hogy ezzel az igével kezdjük, mert minden közösségben, minden gyülekezetben, minden emberi kapcsolatunkban lehet olyan ember, lehetünk mi magunk is olyan a helyzetben, én is lehetek olyan a helyzetben, akkor nincs más. Nincs teológia, nincs imaformula, nincs izmus, csak ez az egy van. Hogy Isten adta azt a kegyelmet, hogy meglássam magam abban, amiben vagyok. És hogy a szilveszterek mondom, leveszem az ékszereimet, leveszem azt, hogy én ki vagyok, hogy mi mögé bújhatnék, és azt mondom Isten, hogy Uram, rád van szükségem. Nem akarom megmagyarázni a bizonyítványt, nem akarom mentegetni magam, nem akarok másra mutogatni, de nekem szükségem van segítségre. Ez az egyik legnagyszerűbb imádság, azt gondolom, ami Isten szívét meghatja. Mikor ki tudunk bújni mindenből, és ott tudunk menni Isten ez alázata, hogy ez van Uram. Ez fogja elindítani az újat. Mindig ez indítja az újat. Szükséges, azt gondolom, megértenünk ezt a lelkületet, amit alázatnak hívnak, ami nem mutogat és nem osztja a lapot. Tehát ma, ha úgy vagy itt, hogy azt mondod, hogy Ádám, én nem, hogy nincs erőm imádkozni, nem, hogy nem akarok még imaharcos lenni, problémák vannak az életemben, akkor vett tudomásul, hogy mehetsz imádkozni Istenhez. Isten vár téged. Isten meg akarja bocsájtani, Isten meg akar gyógyítani, Isten meg akar áldani. Csak vedd az állarcot, és menj oda Istenhez úgy, hogy van. Azt mondja, hogy ez megigazulva ment haza. Testvérek, ez az ember ennyit imádkozott, és megigazulva ment haza. Kaphatott kegyelmet, vagy mondjam így, Isten igazságossága miatt mondom így, kaphatott kegyelmet, azért nem megítélte magába azt, ami szennyes, és nem takargatta. Csodálatos imádság az, amikor az ember eljut erre a pontra. De nincs takargatás. Jó, ezzel kezdjük. És szeretnék most már belemenni abba a témába, ami ma van előttünk. Sietni fogok, vagy túl kell esni rajta, nem tudom, hogy fogom ezzel, tehát jól ne végére érni. Nem akarok kapkodni, de próbálok majd teljesség hiányára, vagy hogy mondják ezt teljesség? Igénye nélkül, ezt mindig elfejtem ezzel a színpadon, nem tudom, a teljesség igénye nélkül, de hogy minden belenézünk egy picit, jó? Szeretnék egy ígét felolvasni, amivel szeretném megkezdeni a ma estét a témáiban. Ez a Jelenések könyve első rész 5 és 6-os verse. Ezt is írjátok fel magatoknak. Jelenések könyve 1, 5-ös, 6-os verse. És a Jézus Krisztustól, aki a hű tanúbizonyság, a halottak közül az első szülött, és a föld királyának fejedelme.
annak, aki minket szeretett, és megmosott bennünket a mi bűneinkből, az ő vér által, és tett minket királyokká és papokká, az ő Istenének és Atyának, néki legyen dicsőség és hatalom, mind örökkön örökké. Amen. Mivé tett bennünket Isten? Királyokká és papokká. Az újjászületésem után és az újjászületésed után, ugye a múlkor szilveszter, ugye a 30-án beszéltünk itt a szombat, törömi vasárnap négykor volt, beszéltünk arról, hogy a királyságba, mikor mi bekerülünk, akkor Isten egy pozícióban lát bennünket. Isten egy felhatalmazásban alatt lát bennünket. És ezt a felhatalmazást Péterrel is úgy mondja, hogy királyi papság, itt a jelenségünk, hogy királyokká és papokká, mi valóban a király gyermekeiként, örököseiként királyokká és papokká lettünk. Halleluja, örülünk neki nagyon. Általában főleg a királyságnak szoktunk örülni, hogy a királyság az uralommal és hatalommal és vezetéssel jár. Tessék? És felelősséggel is. És sok felhatalmazás, sok-sok mindennel. De egy pozíciót jelent. De nem azt mondja az Isten ígé, hogy királyok lettetek csupán. Hanem Isten azt mondja, Isten ígé rólunk, hogy királyokká és papokká tett bennünket az Isten. Nem fogsz tudni, testvérem, úgy király lenni. A szó legnemesebb mennyei értelmében, gondolom most a királyról. Nem tudsz, testvérem, úgy király lenni, ha nem válsz pappá. Nem elválasztható a kettő. Mi a dolga a papnak? Isten és ember közt ott legyen. Áldozatot vigyen. Mit mondtuk az Úr Jézusról? Hogy könyörgések és imádságokkor áldozott. Felelősségünk az, a megbizatásunk az. Ez nem csak egy lehetőség az új szövetség királyságon az imádság, hanem felhatalmazás, hanem felkérés arra, hogy papokként éljük meg, királyi papságként éljük meg az életünket. Királyi papok vagyunk. Meg kell érteni a gondolkodásunkat, át kell alakítani arra, hogy Isten uralkodásra hívott el bennünket. Olyan helyeken tudjuk megváltoztatni a dolgokat, ahol más nem tudja. Testvérem, olyan dolgokat tudsz az imádságon keresztül megváltoztatni a Földön, a családodban, a szomszédjaidban, az utcában, a munkahelyeden, ahol be vagy téve, te vagy betéve az, hogy királyi papként ott megváltoztasd a légkört, megváltoztasd a dolgokat. Te vagy az az ember, ahol vagy, ezt vedd tudomásul, hogy királyi papként Isten felhatalmazott arra, hogy imádkozz, hogy papként áldozatot mutassál be, hogy papként közben jár Isten és emberek között. És hogy a szíved megérik arra, hogy a papként elfoglalod a pozíciódat, komolyan veszed a felelősségedet, komolyan veszed Isten igazságát, komolyan veszed a rád bízottakat, a családodat, a munkatársad, és ég a szíved, belül ég a szíved azért, hogy megmeneküljön a pokoltól, hogy ne vesszen el, hogy ne örüljön meg, hogy ne váljon el, hogy ne csavarodjon be, hogy szabaduljon föl, hogy szabaduljon meg, hogy gyógyuljon meg. Mikor látod azt, hogy te mennyei kincset vihetsz be arra a helyre, ahol Isten téged tett, ha ez a pap szíved van, akkor pap szívvel elkezdesz Istenhez közelni imádságban. Akár az Úr Jézus könyörgésekkel és imádságokkal áldozott, azt mondják az Úr Jézusról. És mi a követői vagyunk. És ez a papság, ez a szív, ez a hozzáállás tesz bennünket királlyá. Ugyanis egy uralkodó pozícióba kerülsz, ami által elkezdesz úgy rálátni a dolgokra, úgy felelősséget vállalni a dolgokért, hogy neked hatalmad van ott arra, hogy valamit csináljál. Ezért mondta, nem tudsz király, papság nélkül király lenni. De királyi papság vagy. Akarsz belelépni a királyi papságba, vagy nem akarsz belépni a királyi papságba. Fontos dolog. Mint hívő ember, végig kell gondoljad, Uram, munkatársa szeretnék lenni itt a Földön. Uram, igazodni szeretnék a mennyei akarathoz, miszerint királyokká és papokká tettél bennünket, engem. Szeretnék úgy rálátni a dolgokra, szeretnék úgy ott lenni, helyszínen lenni a dolgokra, hogy ott papként megélhessem azt, amit te rám bíztál. Ez fontos az elején megérteni. Hogy az imádságnak a töblete, az imádságnak a végkifejlete óriási. Óriási. Ugyanis királyokká és papokká lettünk téve. Nem csak az van, hogy hát
néha-néha valamiért imádkozhatunk, és Isten vagy odafigyel, vagy nem. Az ő szívén van az, hogy te imádkozzál elsősorban. Az ő szívén van az, hogy neked jó, ha megtanulsz imádkozni. Mert történni fognak a dolgok körülötted, ha imádkozol, és mondok valamit. Sajnos nem, ha nem imádkozol. Ez a felelősség ennek. És dolgokat elszalaszhatunk azzal, ha nem imádkozunk, ha nem töltjük be a királyi papságunkat. Ez az első zárójelben. Jó. Szeretnék pár igét felolvasni az elején, amiből valami ki fog tűnni. Haladunk. Az első Máté evangélium a 7:7-8. Azt mondja, kérjetek, és adik nektek, keressetek és találtok, zörgessetek és megnyitatik nektek. Mert aki kér, mind kap, és aki keres, talál, és a zörgetőnek megnyitatik. Azon kívül, hogy a magyar zászló színeit látjuk, mit láttok benne? Azt látjátok, segítek, hogy a pirossal kiemelt, az egy feltétel, a zöld pedig egy eredmény. Nézzük tovább. Tehát itt a cselekvés, kérés, keresés, zörgetés, erre válasz, megnyitatik. Következő. És amit imádságotokban kértek, mindazt meg is kapjátok, ha hisztek. Még egy feltétel. Ugye a cselekvés volt a zörgetés, a keresés, bocsánat, a tolakodás, a nyomulás. A másodikban azt látjuk, hogy a hitet teszi feltételnek arra, hogy kapjunk. Harmadik. És akármit kértek majd az én nevemben, megcselekszem azt, hogy dicsőítessék az Atya fiúba, ha valamit kértek az én nevemben, én megcselekszem azt. Miről beszélt Isten igéje? Az ő nevében való kérés. Meg egy harmadik tanítás, egy harmadik feltétel, ha tetszik, hogy az eredményhez, a sikerhez valamiben megértésünk kell legyen, valamiben gondolkodást kell váltani, valamiben bele kell állnunk. Negyedik. Ha én bennem maradtok, és az én beszédeim bennem marad, bennetek maradnak, kérjetek, amit csak akartok, és az meg lesz nektek. Beszédeim bennetek maradnak, piros, amit csak akartok, meg lesz néktek. És most folytathatnánk a sort, nagyon sok igét tudnánk hozni még arra, és fogunk is ma este fogok hozni. Ezt csak azért hoztam étvágy gerjesztő, hogy lássuk meg azt, hogy vannak, amit meg kell értsünk, a sikeres imádsághoz, az imádságodnak a hatása miatt bizonyos dolgokat meg kell érteni a kijelentésből, az igéből ahhoz, hogy ahhoz igazítsd magad, és abban gyakorold magad, és aképpen imádkozzál. Most négyet látunk, de fogunk az este folyamán többet is nézni. Na, az első, amin belefogunk, lesz egy 7 pontból álló felsorolás. Azokat fogjuk megnézni ebben a 7 pontban, gondolom, ennél sokkal több is van. Ezen a 7 ponton azon fogunk végigmenni, hogy mik azok a feltételek, amikre Isten igéje tanít, amiben megértés kell esetleg változtatni, vagy meg kell benne erősödnünk, ha már ebből a megértésbe értünk, és az összeset valahogy összegyúrni, erre a Szent Szellem lesz a segítségünkről, összegyúrni, hogyha én leborulok Isten elé, akár egyedül, akár közösségben, akkor az imádságomban ezek be legyenek építve, és ha nincs benne, akkor pedig ezt módosítsam. Gyors vagyok? Tudtok figyelni? Eddig örültök az üzenetnek? Jegyzeteltek is? Királyi papság vagytok? Várjuk a feltételeket, hogy megfrissüljön az ima életünk, hogy megváltozzunk különösen sok minden. Amen. Jó. Lépünk. Az első feltétel az a tisztelet. Tisztelet az ő akaratát tisztelni, az ő személyét tisztelni. Olvasok két igét. Máté 26:39 így hangzik. És egy kis időre erőre menve arcra borult, imádkozván és mondván. Atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem a pohár. Mindazáltal ne úgy legyen, amint én akarom, hanem amint te. Máté 6:10. Jöjjön el a te királyságod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Miről szól az első lépcső? Hogyha akadály, illetve jó út
között döntenünk, hogy az imádságunk hogyan kezdődik, az imádságunk milyen talajon áll. Ez a tisztelet. Ez több annál, mint hogy elfogod azt a szívedben, hogy Istent tisztelni kell. Ez több annál, mint hogy azt mondod, hogy Isten tényleg mindenható. És Istennek igaza van. És Isten jobban tudja a dolgokat. Ez a két ige azt tanítja nekünk, és hogy olvassam föl, amit így leírtam jegyzetbe, hogy kész vagyok az ő akaratát elfogadni. Ha az én akaratom és ha ő akarata nincs összhangban, akkor a te akaratod legyen meg, Uram. Ez egy fontos ima elv, hogy az Isten népének készen a szíve erre a lelkületre, hogy a te akaratod legyen meg. Nem úgy megyek imádkozni, hogy rá akarom venni Istent az én dolgaimra, hanem olyan lelkülettel megyek imádkozni, hogy azt mondom, Uram, az én gondolataim szerint nekem ez lenne a legjobb. De legyen meg a te akaratod. Kész vagyok arra, hogy alá rendeljem az én akaratot a tiédnek. Ez egy lelkület. Itt még nem biztosan tudod az ima témádat, nem biztosan tudod a dolgok kimenetelét, de hiszel Istenben, és tiszteled Istent, mert tudod azt, hogy az ő szíve, az ő gondolata rólad, az ő útai, az ő terve magasabbak, mint az enyémek. És szeretném, hogy kinyílna az a magasabb, mert az én gondolkodásom eddig tart, de a tiéd az a mennyek, a föld a mennyig ér. Én szeretném, ha ez kinyílna. Ez egy gondolkodásmód. Igen, azt írtam fel, hogy ez azért kinyitja az ember az egónak a csapda ajtaját, és elfogadja azt, hogy ő jobban szeret engem. Azt hiszem, Evelyn, te ma imádkoztál így, vagy valamelyikötök imádkozott így. Hogy ő jobban szeret engem. Ő megért engem. És a legjobbat akarja kihozni a legjobbat. Érzitek testvérek ennek a feszültségét? És mégis érzitek ennek az egésznek a jóságát? Mert azt mondod, hogy rád bízom, atyám, azt, hogy mi lesz a jövő. Elengedem azt, hogyha valami föl akar élni a tiéd. Fontos dolog. Felírtam két példát magamnak. Ilyen poénosat, vicceset, de ilyesedik bele. Én gyorsan, azonnal akarok egy biciklit. Ő meg fél év múlva egy autóra gondolt, de közben megtanultam sápálkodni. Én gyorsan meggyógyultam volna a hátam fájásából, de ő lelki sebeket fedezett fel és gyógyított meg 3 év alatt. Kész vagyok arra, hogy úgy legyenek meg a dolgok, atyám, hogy te akarod. Amikor letérdeltem oda, én biciklit akartam, és nem jött meg a bicikli. De fél év múlva megjött az autó. Fájt a hátam, jól lett volna meggyógyul. De a lelkem, a szellemem volt beteg. És 3 évet még Isten kijelentette azt, hogy szabadulásra és gyógyulásra van szükségem. Valahogy ez az a téma, amikor az elején már úgy állok Isten, hogy legyen meg, atyám, a te akarod a válaszoddal. Másik dolog, a hit. Zsidó 11.6. Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni, mert aki Isten elé járul, hinnie kell, hogy ő létezik, és megjutalmazza azokat, akik őt szorgalmasan keresik. Létezik, és megjutalmaz. Azt gondolom, hogy az a fajta hit, hogy Isten létezik, azt mondja Isten, igen, máshogy az örök is hisznek, ez nem kérdés. Itt az igének most a második részére gondoljunk, a megjutalmazásra gondoljunk, amikor meg szeretnénk érteni a hitnek a lényegét. Ugyanis, amikor imádkozni mész, akkor jobb esetben nem kételkezz benne, ugye mondtuk, hogy most már az imának a teljességére gondolunk, nem abba kételkezz, Isten egyáltalán létezik, nem? Hisszük azt Isten népeként, Isten létezik, mivel ő mentette az életünket. De hogy a hitünk kész van-e arra, hogy a hitünk rálát-e arra, hogy Isten meg akar bennünket jutalmazni? Az már egy másik dolog. Nézzétek, azt írja, hogy
Istenen járó hin nélkül létezik, és megjutalma azokat, akik ők szorgalmasan keresik. Azt írtam föl, itt nem arról van szó, hogy Isten hatalmából hiszek-e feltétlenül, bár az is. Hiszek-e Isten hatalmában? De még inkább abban, hogy hiszek-e Istennek a szava hihetőségében? Hiszek-e Isten jóságában? Ismerem őt, milyen az Isten alkotott képen? Nagyon fontos, testvérek. Ezt magamon vettem észre évek alatt. Magamon éreztem, hogy formálódik át a gondolkodásom. És formálódik át az imádságom. És formálódik át az imádságnak a gyümölcse. Hiszek Istenben. Hiszek, Uram, a hatalmadban. Tudom, hogy te tetted azt ott Izraelben. Te tetted ott annál az embernél, meg annál az embernél. Az én testvéreimnél. De hiszek-e Istennek, hogy megjutalmaz engem is? Hogy Isten jóságos, hogy Isten igazságos, hogy Isten szerető atya, hogy Isten a fiaként gondol rám, hogy Isten nem elutasít, hogy nem elküld, hanem örömére van az, hogyha jövök hozzá, hiszek ebben. Akivel szoktam együtt imádkozni, az már tudja, lassan ilyen rutinná válik az imádságaimban, bár nem szeretnék, mert az ilyen vallásos frázissá válik, de mindig megköszönöm az elején azt, hogy megvallom, hogy köszönöm atyám, hogy örülsz annak, hogy jöttem. És tényleg így gondolom. Meggyőződésem ez. Isten örül annak, hogy jöttem. Mert Isten meg akar jutalmazni. Mert Isten azt mondta, hogy meg akar áldani. Mert Isten azt mondta, hogy örül annak, ha imádkozok hozzá. Isten nem elszakadásban gondolkozik, hanem kapcsolatban gondolkozik. Isten abban azt akarja, megértsem, hogy ő jóságos, hogy ő ajándékozó atya. És testvére, sok múlhat ezen. Mint hogy sok múlhat a tiszteletem, az ő akarata tisztelésében, hogy elengedem, hogy rábízom, hogy többre tartom az ő akaratát. Nagyon sok múlik azon is, hogy a hitem, hányszor mondja, hogy hányszor teszi a hit feltételét az imádságra. Hogy a hitem az, hogy ő meghallgat, hogy a hitem az, hogy ő örül nekem, hogy a hitem az, hogy ő meg akar jutalmazni. Ámen? Fontos dolog, hogy a hitem egy helyes Istenképen nyugszik-e. Tudom, fontos a hatalma Istennek, és sok-sok minden, de higgyétek el, a hitnél sokszor ez a perdönti az imádságban. Hogy a hited egy helyes Istenképen nyugszik-e. Ámen? Akarunk ebbe változni. És nyilván ez az igén keresztül változik, ahogy minél többet vagy az Isten igé előtt, minél többször imádkozol, és próbálod az Istennek a szeretetét, annál jobban meg fogod érteni, hogy mennyire szeret. Minél inkább elhiszed a kijelentéseket Istennek az atyai szeretetéről, annál inkább le fog rombolódni magaslat az elmédről arra, hogy Isten vagy meg akar jutalmazni, vagy nem. És egyre inkább az lesz a bensődben és szellemi készítés, hogy jövök hozzád, Uram, mert te meg akarsz áldani, mert szeretsz. És Isten, most bocs, hogy így mondom, de az igaz alapján mondom, díjazza, megjutalmazza ezt a hitet. Amen. Nem elutasítottságban gondolsz az atyára, hanem olyan képet, ami az ő jóságában és hűségében és megbízhatóságában bízik. Jó, megyünk tovább. A harmadik, mi volt az első kettő? Volt a tisztelet, az ő akarat tisztelete. A második? Nagyon figyeltek. De jó, sok lesz még. A végén is el fogjuk mondani. A harmadik az ő nevében. És megnézzük, hogy mit is takar ez. És azon a napon, János 16-23-24, ezt írjátok fel a matonat, és azon a napon nem kérdeztek majd engem semmiről. Bizony-bizony mondom nektek, hogy amit csak kérni fogtok az atyától az én nevemben, megvagy a nektek. Mostanáig semmit sem kértetek az atyától az én nevemben, kérjetek, és megkapjátok, hogy a ti örömötök teljes legyen. Mit jelent a Jézus nevében imádkozni? Azt gondolom, hogy nagyon fontos, vagyis én ezt gyakorlom, és meggyőződésem, hogy fontos a Bibliában így van, hogy valóban azt a mondatot kifejezd a száddal, hogy Jézus nevében imádkozol. Igaz, Peti? Atyám, az Úr Jézus nevében jöttem eléd. Akár szellemi harcban is, Jézus nevében. De ez nem varázsige. A mögötte rejlő
igazságtudat, a mögötte lévő hit, és annak az ismerete fog téged olyan pozícióba emelni, ami által szabad bemeneteled van, szabad bejárásod van a kárpíton túl Istenhez, és olyan dolgokat megértesz, átveszel, ami a kárhozhatás nélküliség, a jó lelkiismereted miatt fog rád hullani, vagy megértésre kerülni. Ezt ki fogom mondani, most nagyon elhagadtam. Tehát, amikor Jézus nevében imádkoztok, kimondjuk a szavát, kimondjuk a mondatot, de hogy mi van mögötte? Miért mondhatom azt ki? Miért mondom azt ki? Szintén, aki velem szokott imádkozni, tudja, hogy úgy kezdem az imádságot, amikor megérkezik először mindig. Atyám, köszönöm, hogy az Úr Jézus nevében jöhetek eléd. Köszönöm, hogy az ő vére által jöhetek eléd. Köszönöm, Atyám, hogy az Úr Jézusnak a vére által bemenetelem van a Szentek Szentjébe. Miért kezdem így az imádságot? Mert nincs más hivatkozási pontom arra. Nincs másom, amiért én bemehetek az Atyához. Ez viszont van, de ez nagyon van. Hogy bemehetek az Atyához a Jézus nevében. A Jézus vérén át. Tisztán, fedhetetlenül, szeplő nélkül, károsodás nélkül jöhetek az én Atyámhoz Jézus nevében. Az ő vére miatt. Ugyanis nem az én produktumom miatt vagyok igaz, az egész éve tavaly erről beszéltünk, hanem az ő vére miatt igaz vagyok. És az ő nevében, mikor azt mondja, az ő nevében, ez felhangon kimondja a számad nevem, hogy tudom azt, hiszem azt, hogy az ő nevében a bűneim megbocsájtottak, hogy az ő vére engem tisztára mosott, és Isten úgy néz rám, mint egy megszentelt edényére, mint egy fölhatalmazott királyi papra, aki bejött a Szentek Szentjébe. Amen. Jézus nevében. Mit jelent Jézus nevében? Az ő vére alatt. Az ő meghívására. Az ő produktuma miatt. Az ő hatalma miatt. Az ő váltsága miatt. Az ő áldozata miatt. Az ő fölhatalmazása miatt. Azért, mert megörököltem azt, amit nekem szerzett a királyom Jézus. Az ő vére által, az ő nevében jöhetek az Atya elé. És hadd olvassam tovább az igéket ennél a résznél. Járuljunk azért bizalommal a kegyelem király székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk és kegyelmet találjunk a szükség idején, segítséget kapjunk. Járuljunk azért bizalommal a kegyelem király székéhez. Bizalommal. Nem kárhoztatás alatt jövünk imádságban. Így van, Gábor? Nem becsúszunk a küszöb alatt. A királyhoz. Nem magyarázgatjuk a bizonyítványt. Mert letettük az arcunkat, megbeszéltük. Alázattal jöttünk. Tisztelve őt, hittel. És Jézus nevében jöttünk. Vér alatt jöttünk, bizalom azért, hogy szóba akar velünk állni az apukánk. Amen. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon fontos rész ez. Ugyanis a kárhoztatás van benned. Ha bizalmatlanság van benned. Ha rossz lelkiismerettel mész Isten elé. Mi azért, Atyám, fiai, bizalmunk van a Szentlélekbe való bemenetelre, Jézus vére által, azon az úton, amelyre ő szentelt nekünk új és élő útgyaránt. A kárpit az ő teste által, és mivel nagy főpapunk van az Isten háza felett, járjunk hozzá igaz szívvel, hitnek teljességével, mint akik szívük megtisztult a rossz lelkiismerettől, a vérrel való meghintés által, és testünk meg van mosva tiszta vízzel. Ezt mondja Isten igéje? Így imádkozunk? Így jövünk be Isten elé? Halleluja! Szabadítsátok fel a gondolatok, az elméteket, mikor lementek, mikor leborultak imádkozni, hogy van be út. Olyan jóért, annyira hálás vagyok Istennek azért, amit kimosott a szívemből az elmúlt időszakban. Annyira örülök, mikor leülhetek imádkozni, magam is, vagy a testvéreimmel. Őszintén mondom. Azt tudom mondani, hogy köszönöm Uram, hogy jöhetek idebe. Szinte most, bocs, hogy így mondom, elfantáziálgatok ott. Hogy ott vagyok a trónteremben. Ott van, aki örül nekem, az én Atyám. Örül az én megváltom, aki itt van az aranyöv. És ott lehetek bent. Így van, aki imádkozik velem, szoktunk így örülni. Ott vagyunk bent az Isten jelenlétében, mert Jézus nevében jöttünk. Mert ő megmosott bennünket, mert ő megtisztított bennünket. Csodálatos kiváltság. Ne hagyjuk, hogy a kárhatás, hogy a bizalmatlanság, hogy a rossz lelkismert megakadályozunk abba, hogy bemenjünk a szentélybe. Nem hagyjuk? Tudjátok, milyen gondolat jön sokszor a fejünkbe,
vagy milyen jött, vagy igen, akkor, amikor nem ez az, ennek az igének az alapján imádkozunk, amikor nem Jézus Krisztusban, nem az ő nevében imádkozunk. Isten most úgy haragszik rám, hogy most nem kíváncsi rám. Isten nagyon haragszik rám, majd holnap, amikor kicsit lenyugodott, most papa mérges, majd holnap, ha lenyugszik, ilyen kell gondolunk Istenről. Akkor ma holnap, mert elfelejti. Hát nem emberül, hanem Isten. Föl kell magunkat rázni ilyenkor. És igen, ezt szoktam mondani, erre kell az hit, hogy a legmocskosabb dolgodat teszed, akkor is gyere Istenhez. Valld be a bűneidet, tedd le az arcodat, tedd le az életedbe, ha fiú vagy, ha Isten fia vagy, ha meg vagy váltva, meg vagy váltva? Isten fia vagy? Örökös társa vagy? A dicsőségben és a szenvedésben, mert ott van mellette. Akkor gyere be a szentek szentjébe. És hallgass meg, hogy mit akar neked mondani a király, mert mondani való van számodra. Hadd kenjen téged föl. Hadd ébresszen téged föl. Hadd adjon új kijelentést. Hadd szeretgessen meg. Hadd mondjál, hogy mi van a szomszédoddal. Hadd mondjál, hogy mi van a féreddel vagy a feleségeddel. Hadd adjon új kegyelmi ajándékot arra, hogy tudsz szolgálni az ő nagy nevét. Ha nem jársz be a szentek szentjére bizalmatlanság miatt, rossz lelkiismeret miatt, nem tudom mi miatt, nem fogod tudni azokat a dolgokat megkapni, amiket a szentek szentjére kapnál meg. Amen? De Jézus nevében, Jézus vérén át, bemehetünk van a szentek szentjébe. Azt mondja János, hogy kérjetek az én nevemben, érkezzetek meg az atyához az én nevemben. És ő adni fog nektek. Mert az én nevemben mentek oda. Mert az én vérem alatt mentek oda. Nem azért, mert jók vagytok, vagy rosszak vagytok. Eszembe Jézus vére által menni be az atyához. Szeretteim, ha a szívünk nem vádol minket, bizodalmunk van az Istenhez, és akármit kérjünk, megkapjuk tőle, mert megtartjuk az ő parancsolatot, és azokat cselekesszük, amik kedvesek előtte. Amen. És vége nyugi. Igen, annyit írtam föl zárásnak ennek a témához a Jézus nevében, hogy gondold végig, amikor, ha ráállt a nyelved már erre, hogy Jézus nevében imádkozol. Tehát a beszédre már benne van ez, hogy Jézus nevében. Rendben. De gondold végig azt, ezek alapján, az igék alapján, amit elmondtunk, hogy valóban Jézus nevében imádkozol-e. Valóban károsztatás nélkül, bizalommal, a szentek szentjébe imádkozva imádkozol-e. Jó? Ne hagyd önmagadat becsapni azzal, hogy te azt mondod, az imádságod végig a Jézus nevébe, de egyébként bizalmatlanság, károsztatás van az életedbe, mert a gondolkozásod még nem újult meg, és a gondolkozásod még nincs Jézus nevébe, akkor formáld át a gondolkodásmódat, és ezzel a átformált gondolkodásmóddal valóban Jézus nevébe imádkozzál, és nézd meg, hogy mi fog történni az életedben. Sikerek és válaszok lesznek az életedben. Negyedik, amit fogok feltételként vagy végiggondolásként említeni a megválaszolandó imádságok miatt, az a motiváció. Hogy milyen motivációd van, amikor imádkozol. Ez egy nagyon kényes téma. De azon egyébként mindegyik az, amiről beszéltünk. Jó, hogyha helyére kerülnek a dolgok. A Jakab 4.2.3, írjátok föl. Ez is az imádságról tanítja a Biblia. Kívántok valamit, és nincs nektek. Van olyan, hogy kívántok valamit, de nincs nektek? Gyilkoltok és irigykedtek. Neki miért van? Neki miért van? Ő miért így csinál? Nekem miért nincs olyan, mint neki? Rajta miért nem úgy segít Isten, mint rajta? Nekem miért nem adkozik már Isten úgy be, mint neki? Nekem miért nincs olyan gyors gyógyulásom, mint neki? Jól nem a Isten? Miért nem csinál ma Isten, hogy már ne haragudjon Isten, de miért nem csinál valamit? Harcoltok és háborúskodtok.
és nincs semmitek. Mert nem kéritek. Kéritek, de nem kapjátok, mert nem jó kéritek, hogy gyeredelmeitekre költsétek azt. Ezt az igét egy másik igével szeretném magyarázni. Az a János 14:3-ban van. És akármit kértek majd az én nevemben, megcselekszem azt, és ez a lényeg, amit most mondani akarok, hogy dicsőítessék az Atya a Fiúban. Na itt a kulcs, a negyedik kulcs a motiváció kérdésénél. De igazából kiről szólnak az ima témáid? Most nem azt kérdezem, hogy olyan témákban imádkozol-e, hogy mondjuk valami megtérjen. Tehát nem azt kérdezem, hogy a királyság ügyében is imádkozol-e, hanem azt kérdezem, hogy kiről szólnak az ima témáid? Vajon? És magamtól is kérdezem. És meg is kérdeztem az éjszaka, és kaptam is rá a választ Istentől hajnalban. Amiért imádkozol, bármi legyen az, hogy benne van az imalistádban, az Isten dicsőségéről fog szólni, ha megkapod, vagy rólad, a te dicsőségedről fog szólni, ha megkapod. A szomszédaim előtt, a gyülekezetben, a szombatot hallgatóságában, a munkatársaim között én leszek nagyobb, én húzhatom ki magam, vágyom a sikerre, az elismerésre, az ima meghallgatásra, vagy az Atya fog megdicsőlni én bennem. A több pénztől, a szebb háztól, a több kegyelmi ajándéktól, a sikeresebb szolgálattól, az öttel több megtérőtől, a sikeres nem tudom mitől, én leszek több, vagy az Atya lesz több? Mit gondolsz, be tudja-e mutatni az életed, a sikereidben, az ima meghallgatásaidban őt? Mert azt mondja Isten igé, hogy sajnos végig kell gondolnunk azt a lehetőséget is, én nem mondom, hogy nálunk így van, de sajnos végig kell gondolni azt a lehetőséget, hogy azért nincs sokszor válasz imára, mert ha megjönne, az nem őt dicsőíteni, hanem engem. Sajnos. Mert még ott tartok, hogy jó lesne. Ezt mondja Isten igé. Ez egy nagyon-nagyon sunyi dolog. Mert legtöbb esetben nem vagyunk tisztában ennek a válaszával. Mert csípőbb azt mondjuk, hogy Isten a dicsőség. És csípőbb azt mondjuk, hogy persze, hogy Isten, hát nem Isten magasztalná, ha öten többen megtérnének? Hát nem Isten magasztalná, hogyha a vállalkozásom 20 millió helyett 200 milliót forgalmazna? Hát nem Isten dicsőíteni az, hogyha abba a párharcba, ami köztem és közte folyik, én nyernék? Nem Isten dicsőíteni? És azt mondja Isten, ismerem a szíveteket. Tudom, hogy miért imádkozol azért az ügyért. Hogy magadat, magadra fülösd. És tudjátok, mi az egészből a legcsodálatosabb? Egyébként, ha helyes a motivációnk, hogyha az Isten népében ez helyreáll őszintén a legbelsejéből, hogy az ima témáink, a kérésünk, ez megint a munka téma, azzal a szívvel folyna, ami egy helyes motivációból kérne, egy helyes motivációból látna, hogy tudjátok, mit mond Isten ígéje? Mert Istennek valamennyi ígérete ő benne lett igenné, és ő benne lett ámenné az Isten dicsőségére, aláhúzva mi általunk. Isten minden ígéretét, amit találsz az Ószövetségtől, a Jelenések könyvéig, több ezer, a kapcsolataidra, az egészségedre, az anyagi dolgaidra, a bensődre, a külsődre, a házadra, a teknődre, a kutyus, mindenre. Isten oda akarja neked adni, hogy Krisztusban igenné és ámennélet. Oda akarom adni. Csak értsétek meg, hogy legyen ez az én dicsőségemre. Ez nem az ember dicsőségét méltatik szolgálni. Hanem azt mondja, az Isten dicsőségére, de mi általunk. Óriási potenciál rejlik abba, hogy az Isten népe azzal a motivációval tud imádkozni. Szabadon, felszabadulva,
hogy valóban, Uram, a Te dicsőséged ragyogjon föl. Úgy szeretnélek megdicsőíteni a bizniszemben, tiszta szívből. Te tudod, ismered, Uram, a szándékomat. Úgy szeretnélek megdicsőíteni a szolgálatomban, a megtérők sokaságában. Tudod, Uram, a szándékomat. Úgy szeretnének megdicsőíteni ott abban, hogy meglássák a Te igazságot, Uram. Tudod a szándékomat. És Isten tényleg tudja a szándékomat. És azt mondja Isten, minden ígéretemet ígértem neked. A hétköznapokban, a tanulmányaidban, az anyagi forrásaidban, a tizedetben. Rád fogom árasztani a kegyelmemet. Rád fogom árasztani az ígéreteimet. Csak engedd meg, hogy megdicsőjön benne a menny, az Isten. Amen. Nagyon fontos dolog. Vizsgálom meg magam, vizsgáljuk meg magunkat. Milyenek a motivációi jó. Értjük. Hagyd dicsőítse Istent az ima témán. Hagyd dicsőítse Istent az eredmény. Hagyd dicsőítse Istent a siker. Ú, de csodálatos lenne. Ötödik. Ez pedig a rendezett kapcsolatok. Tudatosan van egy alapelv, hogyha valami köztünk itt a Földön zavarban van, akkor zavarban van ott is. Ha testvér és testvér közt, ember és ember közt zavar van, akkor nem mondod el azt, hogy figyelj, én utálnak téged és haragszom rád. És 3 hete vagy 2 napja, nem tudom mióta, ott van a szívemben az a kis poklos rész feléd, amúgy Istennel jóba vagyok. A Biblia végig arról beszél, hogy az emberi kapcsolatoknak tisztának kell lennie. Rendezeteknek lennie. És amikor imádkozva megállatok, bocsássatok meg, ha valaki nem valami panaszotok van, hogy a ti mennyei atyátok is megbocsássa nektek a ti vétkeiteket. A férfiak hasonlóképpen megértően éljenek együtt feleségükkel, az asszonyi nemmel, mint gyöngébb edénnyel, megadván nekik a tiszteletet, mint akik örökös társak az élet kegyelmében, hogy a te imádságaitok meg ne hiúsuljanak. Miért olvastam föl ezt a második verset? Mert nagyon szeretem, hogyha az asszonyok nyugodtak. Hát nem ezért olvastam föl. Hanem azért olvastam föl ezt a részt, hogy egészen a mikrokapcsolatainktól, a házastársi kapcsolatainktól, a testvéri kapcsolatainkig, az embertársunkkal való békességben élésünkig. Zavart kelthet az, hogyha nincs rendezettség. Ez egy szellemi alapelv. Fontos dolog megbékülnünk az úton. Nem fogunk tudni úgy az imádságunkban beljebb menni, az imádságunkban olyan hatást gyakorolni, úgy királyi papságként világítani és teremni és sikereket elérni, hogyha a kapcsolataink nincsenek rendezve. Amen. Sokszor ez tényleg egy bocsánatkéréssel jár, de sokszor az, hogy elengedem. 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 Uram, elengedem. És lehet, hogy igen, a gyengébben én menetted nem úgy gondolkozni, nem azt mondja, de elengedem. Nem azt jelenti, hogy hagyom, hogy mindenféle hatás gyakoroljon rám, és mindenre bólogatok, hanem a szívemet tisztán tartom. Nem azt jelenti, hogy mindenféle testvérnek bólogatok a tévedéseire és a butaságaira, de a szívemet tisztán hagyom. És akkor avatkozok bele, ha nekem ott közön van. De azt is úgy, hogy békességet teremtsek, és nem háborút. Mert fontos dolog az, hogy az ötödik alapelv, az ötödik feltétel rendben legyen az életemben. Ugyanis Uram, ima hét lesz jövő héten a Vesnyei utcában, ahol böjtölni fogok, és imádkozni fogok. És olyan dolgokat szeretném, ha megtapasztalnék, meglátnék, amit tudom, hogy ott a szívedem van. És tudom, Uram, hogy rendeznem kell ezt a szívemben felé. Mert alapelv a Bibliában, hogy rendezettnek kell lenni a kapcsolatainknak. Mert ha velük nem rendezett, akkor azt mondod, Atyám, hogy veled sem lehet rendezett. Amen. Megyünk a hatodikba. Ez pedig a Szent Szellem. És a hetedik lesz az ige. Azért mondom azt a kettőt együtt. Mert az, hogy a imádságaink az előzőekben megnézzük, hogy rendben van-e, az egyik legfontosabb dolog. Az egyik, tehát egy olyan rész az ige és a Szent Szellem az imádságaidban, ami ha nincs a helyén, akkor a
következő részt, amit azután fogunk majd venni, körülbelül felénél vagyunk, akkor érthetetlen lesz, te nem fog összeállni a fejünkbe. Nagyon-nagyon fontos dolog az, hogy megértsük, hogy az imádságaink, egy újszövetségi, újjászületett hív embernek az imádságait igazság szerint Isten szelleme vezérli. Azt mondja Isten igéje, hogy azok Isten fiai, akiket Isten szelleme vezérel. Azok Istennek a fiai, akiket Isten szelleme vezérel. És azt mondja Isten igéje, hasonlóképpen pedig a szellemi segítségünkre valami erőtlenségünkben, mert azt, amit kérnünk kell, amit kellene, nem tudjuk, de maga a szellem esedezik miértünk kimondhatlan fohászkodásokkal. Aki pedig a szíveket vizsgálja, tudja, mi a szellem gondolata, mert Isten szerint esedezik a szentekért. Mit látunk? Olyan kapcsolódjunk testvérek a Szent Szellemmel jobb esetben, ha újjászülettünk, és Isten tud bennünket tölteni. Olyan kapcsolódjunk a Szent Szellemmel, hogy amikor te bemész imádkozni, és gyakorlod maga az imádságban, és keresed Isten oltárát az imádságban, azt fogod észrevenni, hogy Isten szelleme át fogja venni a vezetést. És olyan dolgokért imádkozol, és olyan dolgokért, vagy olyan dolgok felé vagy irgalmas, és olyan dolgokon esik meg a szíved, és olyan dolgok miatt gerjed a szíved föl, ami nem te vagy. Olyan dolgokon jár a nyelved, ami nem te vagy. Mert Isten szelleme vezérel bennünket. Isten szellemének, most úgy mondom, kell teret adni, hogy vezéreljen bennünket. Egy barátom mondta, hogy nem megyek oda, mert nem akarok imádkozgatni. Kérdeztem, hogy miért nem mész oda az imaközösségbe? Flagma volt. Nem akarok elmenni imádkozgatni. Én imádkozni akarok. Az, hogy elimádkozgatunk 2-3 percbe a saját dolgainkat eldöcögtetjük, annál sokkal több van testvérek az imádságban. Isten szelleme akar vezérelni bennünket az imádságban. Élvezed azt, amikor Isten, hogy érted azt, hogy most miről beszélek? Szereted azt, amikor Isten szelleme elkap és elkezdesz őszerinte valahol esedezni? Szereted azt, amikor átveszik ez az Isten szelleme? És azért mondtam, hogy a 7. lesz az ige, mert az Isten szelleme ráhangol, az Isten szelleme megmutatja az atyát, az Isten szelleme ráhangol a mennyre, az Isten szelleme kijelent a fiút, és az ő érzelmei, az ő értéke alapján imádkozol. De ha nincs az igével, a 7., az igével kapcsolatod, ha nincs a fejedben letisztult igei gondolkodásmód, hogy hol kell megállj, parancsolj magadnak, hogy mi az, ami belefér, mi az, ami Istentől való, ez pedig az Isten igéje adja meg. És te amennyire szükség van az Isten szellemére, hogy a te imádságodba ott legyen, hogy a te imádságodat erősegítse, amennyire fontos az, hogy te átad magad annak, hogy Isten szelleme vezéreljen, amennyire fontos, hogy időt hagy annak, hogy Isten szelleme vezéreljen, annyira fontos az, hogy az Isten igéje szerint imádkozol-e. És erről most mindjárt tovább megyünk, fogunk erről gondolkozni, hogy mit jelent Isten igéje szerint imádkozni. Hogy mikor milyen imafajtát használhatok. Hogy mi az az imádság, ami nekem most bele kell mennem. Hogy melyik az imádság, ahol nekem most meg kell állnom hitben. És melyik az imádság, ami most nekem ki kell szállnom. Ezeket a szellem és az Isten igéje kombója fogja meghozni az életemben. Feltételeket, igen, betöltöm, Uram, a motivációt, a tiszteletet, a hitet, a stb. Erről beszéltünk. De fontos, hogy a szellem és az ige jelen legyen az életedben ahhoz, hogy az imádságban is sikeresek legyenek. És mindjárt meg fogjuk nézni, hogy ezek mit jelentenek. El vagyok fáradva? Nem. Igen, hallod. Szuszogok, mint egy maci. Önök maga rövő. Pihenünk, jó? Nyújtózatok egyet. Izgalmas eddig? De jó, engem is izgalommal tölt el. Komolyan, amikor előtt gondolkodok, tanulmányozom, nagyon. Elfáradok. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem. Amen? Ez milyen imádság volt most? Megvallás. Olyan jó, hogy érdekel titeket az ige, és olyan jó, hogy nekem van erőm elmondani. És olyan jó, hogy Isten támogat bennünket abban, hogy tovább tudjunk növekedni az imádságban. És olyan jó, hogy nem hagy titeket elaludni, hanem frissek vagytok arra, hogy megértsétek az akaratát. Amen? Frissek vagyunk? Igen. Mehetünk tovább? Igen. Hajrá! Na! Most következik az, ami eddig nem volt. További segítségek az ima sikereihez. Alcím, ima formák. Eddig a feltételeknél voltunk, most hol fogunk menni?
Imaformákra fogunk menni. Jaj, de jó, imaformákra fogunk menni. Jó. Az első imaforma, amit meg fogunk nézni, mi lesz szerintetek? Gyere, drága testvérem, átadom a koromba. Azt a mindenit. Kicsősen érdekel. Jó. Gyerekek, első imaforma, ami fontos, hogy be legyen építve az ima életünkbe, az a háladás és a dicséret. Azt mondja a 100. Zsoltán egyik verse, menjetek be az ő kapuin háladással, tornácai vagy dicséretekkel, adjatok hálát neki, áldjátok az ő nevét. Menjetek be az ő kapuin háladással, hol megyünk? Mi megyünk be? Bemegyünk egy kapun háladással, majd bemegyünk a tornácaiba, vagy másodás udvaraiba, dicséretekkel. Adjatok hálát neki, áldjátok az ő nevét. Két rész. Háladás és dicséret. Mi a háladás? Mi a dicséret? Inkább kezdjük a dicséret. Mi a dicséret? Ugyanis nem, a kettő nem ugyanaz. A dicséret az, akkor Istent az ő tulajdonságaért, nagyságáért, az ő személyéért elkezded dicsérni. Ránézel Istenre, hitben megérkezel Istenhez, és amikor ránézel, akkor elkezded dicsérni. Amilyen ő, ami róla szól, amit ő tesz. Aki ő, aki az legjobb mondat, aki ő, azért dicséred őt. És akkor mi a háladás? Köszönöm. Így van, amit tett veled, érted, vagy ő érte. Amikor már konkrétan meg tudod fogalmazni, és hogy hagyd mondjam így, meg is kell fogalmazzam, mert ez erre hív ki bennünket, hogy dicsérettel és háladással érkezzél meg. Hova? A kapukon kívülről, a kapukon kívülről be az udvarra, az Isten jelenlétel megjöttük Istenhez. Úgy, hogy hálát adtam és dicsértem őt. Nem messziről kiabáltam, mint a leprások, akinek csak kell valami. Sajnos új szövetségben is ebből ki fogunk nőni, hála Istennek, mert sajnos új szövetségben is működhet még ez, újjászület hívőket, mint a leprások. Jézus! Csinálj valamit! Fáj! És messziről kiabálunk. Kérésekkel halmozzuk el. Nem intim. Az Isten ígéje azt mondja, hogy gyere közel, és ha közel akarsz jönni, akkor háladással és dicsérettel bejöhetsz. A kapukon keresztül, az udvaron, az Isten jelenlétébe. És tudjátok, mit csinált a leprás? A 10-ből 1. 10-ből 1 vissza. Miért ment vissza? És mi történt vele? Találkozott Jézussal. 9 kiabált Jézusnak, kapott valami választ messziről, elment, megcsinálta. Lehet, hogy meggyógyult. De egy, aki hálát adott, azt találkozott Jézussal. Fontos dolog. És megint azt mondom, aki szokott velünk imádkozni, megszokható lehet. Én beleépítettem az életem a imádságaimba. Úgy jövök meg Istenhez. Az Jézus Krisztusban, azzal az identitással, háladással, dicsérettel. És dicsérem őt. Mert tudom azt, hogy ez, mondja Isten igéje, hogy jó dolog, fontos dolog, hasznos dolog, intim dolog, méltó dolog, háladás és dicsérettel jönni ő elé. Semmifelől ne aggódjatok, hanem imádságaitokban és könyörgésetekben minden alkalommal háladással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt. Csak hogy a teljesség miatt hozzunk új szövetségi igét is. Jó dolog, fontos dolog így megérkezni Isten igéje szerint. Másik dolog, ami ebből következik, vagy ebből következhet, de nem minden esetben, az imádat. A háladásnál és a dicséretnél lényeges dolog volt az, hogy mit mondasz. Lényeges dolog volt, hogy megemlékezzél, ki mond, ami a szíveden van, dicséretből ő róla, háladással arra, amit tesz. Testvérek, az imádat az nem ez. Az imádat több ennél. Az imádat kifejezés, kifejeződés. Az imádat valami olyan, amikor már nem a beszéded emlegeti őt. Amikor nem a beszéded dicséri őt. Amikor nem a beszéded ad hálát. Hanem a lényed,
a bensődnek egy megnyilvánulása történik. Mert nem is beszélsz. Nem szükséges az imádathoz beszélni. Viszont valami kifejeződésed van. Lehet, hogy egy testtartás. Lehet, hogy a könnyeid. Lehet, hogy a térdeden vagy. Lehet, hogy hasalsz az Úr előtt. De nem azért teszed, mert ez jó muri. Vagy móka. Vagy mereve meg felgerjeszted másokat, vagy megmutatod, hogy milyen jó hívő, hanem azért teszed, az igazi imádók szellemben és igazságban imádják Istent, azt mondja az Úr Jézus. Az igazi imádók, tehát ő is beszél imádatról, ez a szellemedről szól. Szellemben van benned az, amit már nem tudsz másképp kifejezni, de a szellemben megérkezel Istenre, azt mondod, hogy nem tudok többet tenni, Uram, csak az, hogy imádlak téged. Amit kijelentettél magadról, amit megértettem belőled, amit most látok belőled, mert szellemben itt vagyok előtted, nem tudok más tenni, és csak állsz, vagy hasalsz, vagy sírsz, vagy zokogsz. És azt mondod, hogy nincs több, Uram, csak te kell lesz. Az imádat. Egyszerűen nem azért térdelsz le, nem azért ülsz le, nem azért hasalsz le, mert ez a hobbid, hanem egyszerűen a bensődnek a kifejeződése. Szellemben nem tudsz már többet tenni, annél, hogy szereted őt. Imálod őt. És azt mondja, Isten, ez egy fontos ima. Az Úr is azt mondja, hogy szellemben és igazságban fogják őt imádni. Kifejezi azt, hogy milyen a kapcsolatod vele. Kifejezi azt, hogy valóban Jézus nevében jársz hozzá. Károsztatás nélkül, jó lelkiismerettel, és stb. Stb. Kifejezi azt, hogy tényleg szellemben vannak az imádságai. Nem minden esetben, tehát nem úgy érzétek, ha nincs minden ima közösségedben imádás, akkor nem jó. Nem ezt mondom, hogy félértsétek. Csak azt mondtam, hogy ha imádás történik, az valaminek a túlcsordulása, valaminek a kifejeződése, és annak a kifejeződése, hogy Isten szelleme szerint imádod és keresed őt. Jó, tehát nagy félrejtsétek. Nem azt mondom, nincs imádság imádás nélkül, de imádás csak úgy van, hogyha szellemben kész vagy és épp vagy. Jó? Értitek így? Nem zavaros. A harmadik dolog az ima formával, amit figyelsz majd az életedbe, és eredményeket okozhat az élet. Tényleg? Az imádás milyen eredményt hozhat az életedbe? Mi történhet imádásban? Amen. Nagyon fontos. A kijelentés. Nekem volt, többször megtapasztaltam azt, teljesen üres volt a fejem, nem azért megküldtem, az nem gált semmit az eszem. És tényleg ott voltunk Isten jelenlétében imádásba, Isten belemondott egy mondatot az életembe, ami meghatározó mondat mai napig az életembe. Meghatározó kijelentés. Imádásra született meg, tehát fontos. Jó, tovább. Kérés. A következő a kérés lesz. Ez egy nagyon izgalmas dolog. Hogy mit jelent Isten szerint kérni? Nézzük az igét. 1 János 5.14-15. És ez az a bizodalom, amellyel őhozzá vagyunk, hogyha kérünk valamit az ő akarata szerint, meghallgat minket. És ha tudjuk, hogy meghallgat minket, akármit kérünk, tudjuk, hogy megvan nekünk, amit kértünk tőle. Ez egy annyira intenzív mondat, ebben annyira bennem, hogy mit jelent a kérdés, hogy újra felolvasom. És ez az a bizodalom, amelyen őhozzá vagyunk, hogyha kérünk valamit az ő akarata szerint, meghallgat minket. És ha tudjuk, hogy meghallgat minket, akármit kérünk, tudjuk, hogy megvan nekünk, amit kérünk tőle. Mit jelent tehát a kérés? Az igazi biblikus kérés nem azt jelenti, hogy na megjöttem atyám, na akkor. Plusz, a litertáj, és felsoroljuk a dolgainkat, és várjuk azt, és kérdezik, hogy mi volt, olyan hittel imádkoztam te. Tele vagyok hittel. Csak mi várjuk egy kicsit, de amúgy mindjárt rendben lesz mindjárt. És eltérjük 5 perc. Újra kezdem, és nyilván akkor nincs hitem, mert már újra kezdtem. Tehát egy káosz, nem. A kérés nagyon, ezért nagyon jól megfogalmazza a kérést. A kérés az, hogy törekszem, figyelek,
Isten előtt vagyok, az igéje előtt vagyok, gyakorlom az imádságot, tehát Istennel egy élő kapcsolatban vagyok. És az Istennel való élő kapcsolatból, az ő igéje, szelleme, közösségében való életemből megértem, tudom az ő akaratát egy ügyemmel kapcsolatban. Mondok egy példát. Misszionárus vagyok. Isten elhívott engem egy misszió útra. Tudom, hogy ő hívott engem el. Isten vezetett bele. Szükségem van anyagira, hogy eljussak Mokambimba. Olyan nincs az emberen. Megértettem Istentől, hogy nekem kedden indulnom kell. Tudom, hogy ő viszel, de nincs meg az anyagi forrás. Mit fogok csinálni? Kérek. És mit fogok aztán csinálni? Megköszönöm. Elfogadom. Mert tudom, hogy az Isten akarata szerint, az Isten akaratát megértve, imádkoztam, elkértem, amit tudom, hogy nekem akar adni. Megköszönöm, és azt mondom, köszönöm Uram, hogy az enyém lehet, és köszönöm, hogy indultok el a dologra. Ez a kérés. Magyarul megismerem az akaratát, elkérem tőle az akaratát, megkapom az akaratát, nem úgy, hogy már fizikálisan nálam van, de megkapom, elfogadom, hogy értem ezt fel annak. Felismerés, elfogadás, átvétel. Felismerem, elfogadom, átveszem. És e szerint tartom magam hitbe, ezután, ez a kérés. Hogy e szerint tartom magam hitbe. Tudjátok, mi a probléma a kérés imádságán legtöbbször? Felismerem Isten akaratát, hittel elfogadom, hogy ez a dolog, ez így van. Elkérem, és a elfogadás és az átvétel kor nem az történik, hogy hitben azt mondom, köszönöm atyám, hogy kirendelted, köszönöm, hogy át fogom venni, hogy meg fogom tapasztalni, emiatt áldalak téged, és emiatt elindul köztünk Isten és köztem egy hit kapcsolat, egy készfogás, megkaptam atyám, indultok kedden Mezopotámiába, a kegyelmedből. Ez az igazság. És e szerint rendezem be a napjaimat, megveszem hozzá a szatyrot, megrendem a repülőt, mert megkaptam. Hitben ragaszkodok ahhoz, amit kértem. A probléma az, amikor az történik a kérésben, hogy megkérted, megkapod, megérted, kiimádkozod, és már az ima közösségben hallod azt, hogy a tesó vagy a testvére úgy imádkozik 5 perc múlva, ó, Uram, ha kedves lesz neked, és újra kezdődik az egész. Hitben nem ragadta meg azt, mert Isten beállította, hogy az a tiéd. És itt nagyon fontos a hitnek a kérdés, amit az első felvonásban ugye tanultunk. Azért volt fontos a feltétel. Nagyon fontos. Ha tudod, testvérem, hogy mi az Isten akarat az életedben, meg fogod kapni, csak maradj hitbe. Ez a lecke. Maradj hitbe. Ha megvan, ha tied, maradj hitbe. Nincs más dolga, nem kell újra kérni, mert ahányszor újra kéred, annyiszor hitet ásol magadban. Érted? Tudod, hogy a tied. Maradj hitbe. Uram, köszönöm, hogy indultok. Köszönöm, megvettem az öltfességet, menjem a kerítés. Ami... ott maradsz hitbe, és meg fogod látni, ha Isten, tehát ha te tényleg megérzed, Isten mondta, szorosan csatlakozik az Isten és a te dolgodhoz, akkor meg fogod kapni. Itt most nem azokról az ima témákról beszélek, hogy most nem akarok semmit mondani, hogy valaki megbánni, csak hogy 3 éve úgy gondolom, hogy azt álmodtam, hogy izé lesz az izém. Meg nem erre gondoltam, nem ezek az ima témákra. Na, értitek? Jó. Fontos hiba lehetőség, vagy fontos, hogy hiba lehetőség lehet az, hogy ebben a megértéssel, ebben a hitben elfogadtad és átvetted, és e szerint viselkedsz, e szerint hiszel továbbiakban. Kérés. Hitben maradok. Például egyébként felírtam oda, hogy Ábrahám. Sokszor a kérés imájában, ugye Ábrahám megértette, hogy mi Isten akarata, hogy sok nép atyával teszi,
és nézett az évekre. Ketyék az idő. De azt mondja ott a Róma levél, amikor erről beszél, hogy Ábrahám hitben maradt. Megértette, aszerint beszélt magáról, aszerint gondolkozott, és rá Isten jól megmutatta azt, hogy milyen a kérés imádságával a türelem. Mert nagyon sok évtizedet kellett várni, de megérkezett. Mert nem vesztette el a hitét Ábrahám abban, amit elkért, amit kiimádkozott Istentől, mert Isten akarata volt az, amit Isten, vagy amit Ábrahám megkapott Istentől. Érkezett kérés. Na, menjünk tovább. Érzek egyébként ezt a kérést? Hitben maradunk, tesók, és megkapjuk. Hitben maradunk, és megkapjuk. Hát tudod, Ára? Missziós vagy, át fogom meg. Jó. Következő a közbenjárás. Erre nem hoztam igét a közbenjárás, mert nagyon sok van, ezt majd ti megterestek. És nagyon sokszor beszélünk közbenjárásról. De a közbenjárásról nagyon szeretnék megmondani, hogy mit jelent igazából, mit, kikre mondhatjuk azt, hogy közbenjárók voltak, mert mik azok az imaformák, amit közbenjárásnak hívunk. Gondoltok Mózesre, vagy gondoltok Jobbra, vagy gondoltok arra az özvegyasszonyra, aki a templomba volt, mikor az Úr Jézus bevitték. Ezek az emberek úgy jártak közben egy ügyér, most a Mózesre gondolunk pont, amikor erről tanítottam régen, amikor azt mondta az Isten népe, hogy nekünk nem kérünk Istenből, és csinálom magunknak aranyborjút, és Isten, amikor azt látta, azt mondta, hogy befejezi, nem megy tovább velük. Az angyal tovább fog menni, de Isten nem fog tovább menni vele. És azt mondta, Mózes közben járt. És Mózesnek a közbenjárása, és Jobbnak a közbenjárása, és az özvegyasszony közbenjárása, és Pál közbenjárása arról szólt, hogy Uram, lemondok magamról is. Uram, lemondok a saját titulusomról is. Lemondok a saját sikeremről is. Csak ne hagyd azt. Az igazi közbenjáró nem felületes, az nem messziről imádkozik, hogy Uram, old már meg ott a ízét, de majd én jövök. De old már meg az ügyet. Az igazi közbenjárás, tesó, az arról szól, amikor az ügyért, a másikért oda tudod adni önmagadat. Az nem felületes a közbenjárás. Ott azt mondom, Uram, ha nem fog velünk jönni az orcád, akkor nem megyünk, én sem. De hát Mózes, kapsz egy új csapatot. Te leszel a főnöke. Nekem ez kell, amit megígértél, Uram, őket menj meg, ne legyen az, hogy az egyiptomok kinevetnek bennünket. Vagy Jobb a fiaiért. Nem tudom, mit csinálnak, Uram. Inkább fogjon az állatom, vágom, minden nap áldozok, csak ne legyen belőle baj. Minden áron, az én áram, megfizetem az árát annak. Nem messzül imádkozok valakiért, nem hallelujázgatok valakiért, megfizetem az árát annak, hogy változzon meg, Uram, ez a dolog. Közben jártok, közben járok értük. A közbenjáró lelkülek, testvéreim, nagyon komoly dolog. Mert az elsősorban nem imádságról szól, hanem a lelkületről szól. Az arról szól, hogy belehalok, akkor is sikerüljön. És ezt meg tudjuk magunkat vizsgálni, meg kell magunkat vizsgálni ebben. Mikor könnyedén kimondjuk a szánka, hogy közbenjárók vagyunk. Mennyire, mi az ára? Milyen árat tudnék fizetni azért, hogy az a dolog megváltozzon ott. Vannak Isten népek közbenjárók. Amen. Könyörgéssel, bőjtel akár. Parancs, utasítás. Ez is egy nagyon, nagyon érdekes dolog. Ez a parancs és utasítás, imádkozás. Ugyanis... Na, elolvasom az igét, és akkor meglátjuk. Ószövetség, ott van az első igét olvasni. Józsué 10:12-14. Akkor szólt Józsué az Úrnak azon a napon, amelyen oda vezette az Úr az Amoreus Izrael fia elé, ezt mondotta pedig Izrael szeme előtt. Állj meg nap Gibeonban, és hold az Ajalon völgyében. És megállt a nap, és vesztegen a hold is, amíg bosszút állt a nép az ő ellenségein. Avagy nincsen ez megírva a Jásár könyvében. És megállt a nap az égnek közepén, és nem sietett lenyugodni majdnem teljes egy napig. És nem volt olyan nap, mint ez, sem annak előtte, sem annak utána, hogy az ember szavának engedett volna az Úr, már az Úr hadakozik Izraelért. Most egy újat.
új szövetségben. Reggel pedig a városra visszajövet megéhezett, és meglátva egy fügefát az útmellett oda ment, és nem talált azon semmit, hanem csak levelet, és mondta annak: gyümölcs rajtad ezután soha örökké ne teremjön. És a fügefa azonnal elszáradt. És látván ezt a tanítványok, elcsodálkoztak mondván, hogyan száradt el ez a fügefa oly hirtelen. Jézus pedig felelvén mondta nekik: bizony mondom néktek, ha van hitetek és nem kételkedtek, nem csak ezt cselekszitek, ami a fügefán esett, hanem azt mondjátok a hegynek: kelj fel és zuhany a tengerbe, és az is megvészen. És amit imádságotokban kértek, mindazt meg is kapjátok, ha hisztek. Az Úr Jézus ezt a cselekedetét imádságnak titulálja, nevezi. Ez nyilván ez egy nagyon kényes téma. Azt gondolom, hogy ha egy hívő, keresztény, újszövetségi ember 2019-ben elkezdi magát gyakorolni az imádságban, ha szívvel, lélekkel keresi az Isten királyságát, ha próbálgatja az Isten útjait, akkor annak az eredménye az is lesz, hogy Isten felhatalmazza azt az embert. Azt már mondtam itt erről a helyről, hogy a felhatalmazás nem úgy történik a szellem életedben, hogy te magadat felhatalmazod. Nyilván emberek kineveznek másokat, vezetők, stb. De a felhatalmazás Istentől történik. Az, hogy milyen életet élsz, hogy mire vagy elhívva, hogy hol jársz a hiteletedben, azt Isten nagyon jól tudja. Sőt, Isten helyzet van bele. És az, hogy a parancsoló imáról, az utasító imádról tanulunk, az egy azért fontos dolog, mert ha az életedben el fog jönni az a pont, amikor Isten fölkent téged, fölhatalmaz téged, és hogy mondjam én is, hogy fölszabadít téged, ugyanis ehhez szabadság kell. Minden az ellen beszél bennünk, hogy te olyan dolgokat mondjál ki, ami természetellenes. De azért mondtam, hogy ha gyakorlod magad az imádságban és Isten keresed, meggyőződésem, hogy Istennek vannak olyan momentumai, az akarnak olyan élethelyzetek, amikor Isten szelleme átveszi az irányítást, és olyan dolgokat mondasz ki, ami hatalommal volt, és olyan dolgokat mondasz ki, ami a keret miatt mondták ki, és olyan dolgokat mondasz ki, amit a szabadság miatt mondták ki. Na most, ha ez nem történik meg, ha téged nem Isten hatalmazott még erre föl, ha téged nem Isten kent föl, ha téged nem Isten szabadított föl, bár láttuk, lehetséges is, működni is fog. De ha ez nem történik meg, akkor ez egy hiba lehetőség lehet. Ugyanis a parancsolást és az utasítást használjuk sokszor a szellem mi harcokban is. És bizony szellemi harcot vívni látás nélkül, kenet nélkül, fölhatalmazás nélkül, fölszabadítás nélkül, hogy fogom azért, hogy akadtak már ebből problémák, azt gondolom, az Eklézsiában. És semmiképpen nem ezt szeretném első helyre tenni. Nem a problémát szeretném első helyre tenni. Azt szeretném első helyre tenni, hogy van parancs és utasítás. Hogy van felhatalmazása Isten népének arra, hogy olyan dolgok történjenek meg a környezetében, körülötte, amit azért történt meg, mert a hívő ember Isten kenete alatt, Isten feladása szólt, vagy beszólt, vagy utasított. De tudomásul kell venni, hogy mikor imádkozol, akkor gondol végig azt, hogy te mire vagy hivatott. Tudom, nagyon sikamos ez a téma, és azt sem szeretném, hogyha ez azt eredményezni, hogy soha senki nem lép ki hitben és nem szól. Figyeljetek Isten szellemére, és Isten olyan dolgokat mutathat, és olyan dolgokat vihet bele, amíg a hő belevisz és mutat, akkor annak lesz nagyon jó eredménye, és anélkül ez nem történhet volna meg. De ez egy olyan terület, amit józanul Isten szelleme vezérése alatt kell átgondolni. Értitek ezt? Értitek? Jellemző egyébként az imádságaitokban az, hogy utasítatok vagy parancsoltok?
nem, tehát egy nincs rossz válasz, igen vagy nem. Tehát tök jó, ha igen, meg az is jó, hogyha úgy gondolod, hogy még várnod kell. A lényeg az, ennél részben azt érezzük meg, hogy van Isten teritoriumán ilyen imádság, Isten tényleg akar ebben bennünket használni, csak lássuk meg a helyünket ezen, jó? Na, megyünk tovább. Ez pedig a átadás. A 37. Zsoltár 5. verse. Hagyd az Úrra te utaidat, és bízzál benne, majd ő teljesíti. Nem tudok, nem tudsz tovább menni úgy, ha nem adod el át. Jassó Attila nem régen tett bizonságot lent a vesiben, egy testvérről, akinek a családja, mind a két lány is, meg a felesége is rákos lett. És elindult a kórházból autóval a sivatag fele, és pár idő múlva kiszállt az autó, és elkezdett ordítani a sivatag övezet. És azt kérdezte Istentől, hogy miért? És akkor kiordibálta magát, akkor Isten visszakérdezett, hogy elhízed azt, hogy jobban szeretem őket, mint te. Ennél a pontnál, amikor olyan élethelyzetbe kerülsz, amikor nem tudsz tovább mit mondani, nem tudsz tovább hogy imádkozni, nem tudsz tovább mit szellemi harcolni. Van ilyen pont, tud Isten erről, hogy egy imádság van, az pedig az átadás. Amikor azt mondod, hogy nem tudok tovább mit kezdeni ezzel az üggyel. Nincs több az ima tarsolyomban. Nem tudom, mit tehetnék, Uram. De átadom neked, és tudjátok, ekkor jön meg a megoldás. Van az a pont, amikor meg kell tanulnunk azt, hogy odaadom Istennek az egészet. Hát ezért megint visszautalok oda, ezért fontos, hogy az Isten igéje és az Isten szelleme mennyire vezér a gondolataimat. Mert ez egy érzékenység kell hozzá. Ugyanis, hogyha te az a lelkületű ember vagy, akinek az életedben olyan ciklus van, ahol közben kéne járni, hogy olyan ciklus van, ahol kérni kéne, magyarul fölismerni, megragadni és átvenni, de te az átadást használ, a kudarba fog fulladni. Sajnos ma előfordulhat az, hogy mivel nem ismerjük az ima formákat, nem veszük komolyan a hitnek, az átvételnek, a közbenjárásnak, dicsőítésnek, az imádatnak a jelentőségét. Sokszor mindent ki akarunk pipálni azzal, hogy Uram, én átadom neked. Nagyon fontos dolog az átadás imádsága, de akkor, amikor Isten szelleme azt mondja, hogy most van az átadás a helyet. Értitek? Mert egyébként nagyon rossz, hogyha ez lustaságból, vagy nem törődömségből, vagy nem értelmiségből fakad. Azért jó, ha ezeken az igéken végigmegyünk, mert tényleg sok fajtája az imádságnak. És Isten szelleme vezessen bennünket abban, hogy melyik az a pont, amikor átadás van, és melyik az a pont, amikor közbenjárás kéne, vagy melyik az, amikor hitharc. Isten szelleme, Isten igéje közösen vezetni fog. Átadás, van ez a pont, amikor nem tudsz más tenni, csak azt, ha leteszed. Jó, utolsók jönnek, sőt, utolsó. Lukács 11:5-8. És mondanék ki az közületek, akinek barátja van, és ahhoz megy éjfélkor, és azt mondja neki, barátom, adj nékem kölcsön 3 kenyeret. Mert az én barátom én hozzám jött az útról, és nincs mit adjak neki ennie. Én pedig onnan belülről felelvén azt mondanám, ne bánts engem, imma az ajtó be van zárva, és az én gyermekeim velem vannak az ágyban, nem kelhetnek fel, és nem adhatok neked. Sajnos nem írtam tovább az igerészt. Mivel folytatódik ez az igerész? Annak tolakodása miatt, azaz annak a nyúlása miatt, annak az álhatatossága miatt, annak a kitartása miatt mégis föl kell, és ad neki. Ehhez hasonlítja az Úr Jézus azt a példátot, azért van ez a példát, azt hasonlítja Isten királyságát, és ezzel akarja szemléltetni azt, hogy testvérek, van az a pont, van az az imádság, van az az élethelyzet, amikor Isten azt
azt az imádságot várja, most nem tudom másképp fogalmazni, hogy igenis tolakodjál. Van valami az életedben, nem tudod, hogy van-e rá ígéret, nem tudod, hogy mit tudnál most tenni, azt tudod, hogy szükségben vagy. Azt tudod, hogy neked az nincs. Azt tudod, hogy neked ő a barátod. Azt tudod, hogy bizalmad van felé. Zörges. Tarts ki benne. Van az a pont, amikor hitben kell maradni abba, hogy zörgetsz. Nem tudsz más tenni. Nincs más látásod, nincs másod, csak az. Uram, nem látok mást, nincs más kiút, ezért zörgetek. És arra bátorít Isten igéje, hogy meg fogod kapni a zörgetésed miatt. Mert nem kérsz olyan dolgot, ami a feltételeket keresztül. Tehát nem a geredelmeidre, nem a másra, tényleg az van mellett, hogy úgy szeretnéd ezt megkapni, hogy ez Isten dicsőítse, hogy ez rendben legyen az élet. Tehát értitek, feltétek be van töltve, de zörgetni kell, zörgetni szükséges hozzá. Ott van egy bizonságtétel egy gyógyulással kapcsolatban, egy könyvünk az imádság olvastam pár éve, abban volt ez leírva, hogy ez a testvérnek az ismerősi körében volt egy kislánynek egy babafej nagyságú daganat volt a hasában. És elment a kórházba, vitték, és azt mondták, hogy hát műteni nem nagyon tudják most, mert nem tudom milyen kifogások voltak elne. És azt mondta ez a imádkozó testvér, vagy pásztor, nem tudom ki volt ez, hogy ő be fog járni és zörgetni fog ezért a kislányért a kórházba. És bement, és azt mondta, minden nap, vagy minden másnap, nem tudom, időszerűen, de ment, és folyamatosan kérte Isten jelenlétét, Isten gyógyító jelenlétét arra a gyermekre. Rátette a kezét, Uram, nem tudom, mi lesz, hogy lesz, de zörgetek, és jövök ezzel a kislányért. És nap, ment be, és imádkozott. És egyszerűen érezte a szellemébe, hogy amit tesz, az biblikus. Hogy amit tesz, az Istentől van. A gyógyulás nem úgy jött létre, hogy rátette a kezét, és csoda történt. Mert tudjátok, a gyógyulás és a csoda különböző dolog. Amikor arra gondolunk, hogy történjen valami egy egészségügyi problémára az ember életében, akkor mi azt gondoljuk, hogy csak az a gyógyulás, ami egyébként csoda, hogy odamész, ráteszed a kezedet, és azonnal eltűnik, összesugorodik, kinő, és történik valami hirtelen. Ami eddig volt, az eltűnik. A gyógyulás, ez csoda. Történhet ilyen, valami kinő, vagy lábfej, vagy mit tudom mi, fülcimpa, vagy nem tudom micsoda. Csoda történik. De van olyan, azt mondja, hogy meggyógyult a szolgálja abban az órában. Hallottunk majd, hogy olyan nap, abban azon a napon. És azt is látjuk, hogy az ember bejárt a kórházba, és egy hónapig zörgetett. És tudjátok, az röntgen kimutatta, hogy egy idő után a babafej összement. Kisebbre, narancsra. Még egyet mondok, az pedig az áldás, és egy bizonságtétele befejezem. Mert most már eltelt egy óra bőle, ugye? Fáradtak vagytok. Eltelt? De kettő. 8 óra van. Hány órakor kezdtük el? Ne hülyéskedj! De jó, hogy fáradt vagyok, hallom! Ti meg így hallgatjátok! Hallelujah! Egy van, jó? Áldás! 4 Mózesre befejezzük az áldással, pont jó! Akartam még beszélni a böjtről, meg a szellemi harcokról, hogy miért akár ezt hagyja még meg, de akkor azt hagyjuk, jó? Nem. Gyerek, ez van. Kedelt az idő. Húsleves megfőtt. 4 Mózes 6, 23-26, másfél órája beszélt. És szól az Úr Mózesnek mondván, szólj Áronnak és az ő fiainak mondván, így áldjátok meg Izrael fiait, mondván nőtik. Áldjon meg tégedet az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te rád, és adjon békességet néked. Amen. Na, tehát
Egyébként gondoltam, hogy valami van, mert akkor poénkodok, amikor én is fáradok. Tehát, hogy már valami tudtam, hogy időt kiesésem, na jó. Tehát az áldásnál vagyunk, és azt látjuk, hogy van egy olyan történet, hogy az áldásnak eredménye van. Egyszer megkérdezték Zimány Józsi bácsitól, az Isten tisztelt végén, ezt már mindig elmondtam egy pár szó, hogy Józsi bácsi, lelki pásztortestvér, nem tudom a reformánsnak, hogy mondják ezt. Hogy mondják? Lelkész testvér. Maga szerint van annak értelme, hogy a végén ön bennünket imádságban megáll? És mit mondott Józsi bácsi? Hát legyél megállható állapotban. Milyen bölcsesség beszél egyébként. Legyél megállható állapotban. Na most visszatérve. Azért hoztam még ezt a ima formát is, az áldást, mert Istennek volt egy nagyon személyes tanítása felénk körülbelül másfél éve. Ezt egy páran tudják, testvérek, akik együtt szoktam imádkozni, ez hogy alakult ki, vagy mi történt. Most elmond nektek, és úgyis magunk közt vagyunk. És majd más nem kivágjuk az internetről. De egyébként nem szégyellem, és ez az igazság. Tanulim és fényképeim vannak rá bizonyítva. Az történt, hogy másfél éve elköltöztünk otthonról, mert építkeztünk, és Alberbe költöztünk, és a feleségemnek, milyen orhidea? Orhidea, van egy kedvenc orhideája, vagy több már azóta, de az még mindig megvan, ugye? Igen. Az a nagyon szép, az jó, hogy nehogy hamisságot mondjak. Tehát, hogy azóta kipusztult, ja. És volt egy kedvenc orhideája, talán az egyetlen egy, és elköltöztünk, és azt mondták, hogy nem szereti a költözködést, meg a hideget, meg a húzatot, meg nem tudom mit. És azt vettük észre, hogy az a gyönyörű orhidea, amit el volt zöld ágakkal, meg zöld levelekkel, meg virágokkal, az albéletben hétről hétre lehullottak a szirmai, a levelei, majd elszáradt a szára, és tudjátok, mikor tél van a nátszál, a két barna nátszál leesett, tehát így elpusztult, szegény. És akkor mentem hozzá a munkával, és mondja, hogy hát képzeld el, már egy ideje, egy hónapja, nem tudom mióta nézeget ezt a virágot, mióta ide költöztünk, és szegény nem bírt ezt a helyet, kipusztult, már a zöld része is elhalt, barna lett, és nem hoz virágot, és kidobja. És fogta a labagból, levette, rakta elénye, pont ettem az asztalnál, hogy kidobja. És nem tudom miért, azt mondom, Isten szellemétől felnyitva, mert hogy Isten tanítana volt ezen a területen valamit, azt mondta, hogy ne dobd ki. És azt mondta a virágnak, hogy áldjon meg téged az Úr, és keljél életre. És Istennek az életet töltsön be, és virágozzál, és zöldeljél, és okozzál a feleségemnek még sok gyönyörűséget. És megáldottam a virágot. Majd ettem tovább a pixelán is könyvet. A feleségem a halott virágot, ami két látszával, így ránézett, és visszarakta az ablakot. Én ezt el is felejtettem igazából, hogy három vagy négy nap múlva megyek haza, és mondja, hogy valamit mondanom kell. És oda mentünk a virághoz, elhúzta a függönyt, és a sárga elszáradt nádon egy zöld rügy volt a tetején. Aztán elmentem dolgozni, mondtam, áldjon meg téged az Úr, elmentem dolgozni, mentem másnap, volt oda még egy zöld a sárga száron, még egy zöld hajtás. Majd a sárga hajtás fölülről lefele elkezdett visszazöldelni, mint mikor így most festik be a zöldet. Majd a másik oldal is megtette ugyanezt, majd óriási, eddig nem adott nagy leveleket hozott, és óriási virágokat, és fotóztuk lépésről lépésre. És akkor mind a ketten néztünk nagyokat, és mondta, hogy ez az Istennek a igének a hatalma. Ez az, ami a szánkon kijön, amikor áldunk. Ugyanis a nyelv határa nagyon sok minden van. Ugyanígy benne van az átok is, tehát nagyon vigyázz, hogy miket beszélsz emberekről. Ki rohadjon meg, ki dögöljön meg, ki mit csináljon. Nagyon, ha te kenet alatt lévő ember vagy, ha te fölbe vagy töltekezve Szent Szellemmel, ha Isten gyermeke vagy, nagyon fontos, hogy mire használod a szádat. Mert ha áldásra fogod használni a szádat, akkor Isten téged meg fog támogatni. Mert azt szeretné, hogyha az ő akarata, az ő szándéka, az ő
életfunkciója, és minden, amit tőle számodik jó, az igenis legyen kimondva a másik, igenis legyen jó kívánva a másiknak. Azt mondja, hogy áldjátok egymást. Legyen rámondva az Istennek a orcája, legyen rámondva Jézusnak a neve, legyen rajta tartva Jézusnak a vére, az élet szellemének a törvénye töltsön be, és most megint azt mondom, aki szokott imádkozni, nem azért mondok a végén áldás, mert az a hobbim, hanem tudom azt, hogy Isten áldása működik. Fontos dolog az, hogy ami kijön, az legyen áldó, legyen az igével megegyező, legyen az, amikor az van benne, hogy őrizzen meg téged, áldjon meg téged, világosítsa meg rajta az Úr az orcáját, könyörüljön rajtad, fordítsa az Úr orcáját te rád, adjon bölcsességet. Ez mind jó kívánság, de több ennél. Ugyanis Istennek az áldását, szándékát, erejét, világosságát, stb. Rád mond az ember életére. És azt kérdeztem akkor másfélével, Uram, miért csináltad ezt? Hát gondolom nem azért, hogy erről legyen két év múlva jó bizonyságtétel szombatotön, hanem azért, mert is mondtam is Anitának, általánítom, most akar bennünket Isten újba bevinni. Meg akar bennünket tanítani, áldani. És onnastól kezdve nagyon komolyan vettem azt, hogy mit jelent áldani, és bevittem a szolgálatba is. Az ima szolgálatba. Amikor valakiért imádkozok, vagy megölelem, vagy otthon, vagy bármi kérdése van, a végén megáldom. Nem mondom, hogy ez varázsige, nem mondom, hogy ez mindig óriási átfő sikereket hoz, de biblikus úgy, abban az imádságban jelent, amikor áldasz. Amen? És életre kelhet egy halott világ, most ez egy, lehet, hogy bagatell példának tűnik, de tudom, hogy Isten ezzel mit akar bemutatni akkor ott. Nagyon figyelj arra, és ebbe fogom fejezni. Nagyon figyelj arra, hogy betöltöd-e a feltételeket. Miket beszéltünk? Szándék. Na nézzük, menjünk vissza, miket beszéltünk a feltételekről. Volt a rendezett kapcsolatok, igaz? Volt a motiváció. Volt az ő nevében való kérés. A hit. Tisztelet. Igaz? Tisztelet, hit, az ő nevében való kérés. Motivációk, rendezett kapcsolatok. Az már nem, az már a ima forma. A Szent Szelleme és az igével fejeztük be a feltételbe, és aztán átmentünk az ima formákba. Az volt a háladás, dicséret, imádat, kérés, közbenjárás, parancs, utasítás, átadás, kitartás, áldottosság és az áldás. És zárójelbe áltok. Figyeljetek oda, mire használjátok a szátokat és a szíveteket, jó? Ha betöltjük a feltételeket, ha Isten szellemével, ösztökével felismerjük, hogy melyik ima formára van szükségünk, olyan dolgokat fogunk megélni királyi papokként, ami meg fogja változni a környezetünket, az életünket, gyógyulást okozni, megújulást okozni, ébredést okozni. Amen? És enélkül az ébredés, a gyógyulás, a megújulás és sok-sok minden sajnos nem történhet meg ebbe ez a kutya dolog. Ezért királyi papság, szent nemzet, keljetek föl, nem most, ugye általában, keljetek föl, erősítetek meg a hiteteket, figyeljetek magatokra, a szívetek, és nyissátok meg a szátokat. Ha kell ketten-hárman, ha kell otthon egyedül, de legyetek imaharcosak. És áldjátok azt, akit áldani kell, és imádkozzatok, akiért imádkozni kell, akiért közben kellni, közben járjátok, és ismerjetek föl az Úr Jézus nevében azt, hogy milyen imaformát kell használjátok. Amen? És jövő héten együtt fogunk imádkozni, jövő héten együtt fogunk böjtölni, és keressük az Isten akaratát. A böjtöl csak egy mondat, Áron nagyon jól bevezette azt, hogy ez nem lehet testből, vagy hogy mondta, nem lehet így megfelelésből, nem tudom, hogy mondtad. Csak egy mondat. Meggyőződés, amikor az Úr böjtöt hirdet, az Ószövetségben ezt látjuk. Azt mondja, rendezetek szent gyülekezést és böjtöt. Akkor valami készülőben van. Isten, mikor böjtöt hirdet, valami készülőben van. Istennek a gátja föl van duzzadva valahol élő vízzel. És a böjt az egy bomba, ami ki fogja robbantani a gátat, és be fog ömölni az élő víz. Azért böjtölünk, mert az Isten akaratát megsejtve valami olyan dologért imádkozunk, amiért ott változásra van szükség. Vagy a gyülekezetben, vagy a családban, vagy az országunkban, de azért böjtölünk, mert fölismertük azt, hogy most szükségünk van arra, hogy megálljunk, csak ő ráfigyeljünk, elengedjünk mindent, ami testi, mert bombára van szükség, Isten ki fogja önteni az élővizét azon a helyen, azért, mert munkatársként bálunk abba, hogy robbanjunk, mint a bomba a böjtként. Amen?
Tehát a bőtlenek, a barabbázatok benneteket, keressétek meg azt, hogy vajon most nekem miért van itt a bőtnek az ideje. És Isten fog mutatni olyan dolgot, amiért neked itt van a bőtnek az ideje. És a bőtölsz, és imádkozol, és betöltöd a feltételeket, és szellem által meg fog találni az imaformádat, olyan dolog fog kiömleni, amit szerettél volna régóta Istenben, azaz Isten szeretett volna rajtad keresztül elvégezni. Lehet, hogy megtérés lesz, lehet, hogy gyógyulás lesz, lehet, hogy a démoni fegyelmek lesznek kiparancsolva, de meg fog történni dolog azért, mert Istenben imádkozol, és bőtölve imádkozol. Ámen? Halleluja. Imádkozom, jó? Le fogjuk most zárni. Kicsit tudom, hogy most ez, nem tudom, legalább nagyon sok volt ez most így, de kicsit most hunjátok be a szemeteket, és pihenjünk is egy picit, jó? Atyám, köszönöm neked azt, hogy úgy gondolsz ránk, mint királyi papságra. Királyokként és papokként gondolsz ránk. Uram, ezért hálás vagyok neked. Köszönöm, hogy van feladatom az életben. Köszönöm, atyám, ezeket a testvéreket, akik itt vannak, mert van feladatok ebben az életben. Köszönöm, atyám, munkatársá fogadtad ezeket a drága testvéreket. Köszönöm, hogy számítasz az ő imáikra, atyám. És köszönöm, atyám, hogy kiöntöd a közbenjárás és a szolgálatnak a lelkét, ahol meg fogom tanulni téged keresni, megértik az ima témákat, megértik a te szándékodat, a te akaratod, atyám. Mutasd meg, kérlek, atyám, a te népednek az ima témákat. Mutasd meg, atyám, kérlek azt, hogy minek jött el az ideje. Mutasd meg, atyám, kérlek azt, hogy a személyes életeinkben mi tartóztatja föl azt, hogy sikeresen imádkozzunk. Uram, kérlek, vezess engem és vezess bennünket abba, hogy felismerjük, hogy mi módon imádkozzunk azért az ügyére, amit ránk bízol. Uram, rád bízzuk, a szellemedre bízzuk, a vezetésedre bízzuk a mi életünket, a mi ima életünket, atyám. Uram, vezess kérlek bennünket, azt ígérted, hogy tőled vezetettek vagyunk, tőled vezetettek leszünk, ebben bízunk. Köszönöm azokat a drága ajándékot, amit már megajándékoztál vele az imádság után. Köszönöm, hogy sokakat most gerjesztesz arra, hogy beinduljon a közbenjárás az életükben. Az igazi kérés az életükben. Uram, lehet, hogy vannak az olyanok, akiknek átadásra van szüksége az életében. Mutass rá azokra, kérlek, atyám. Atyám, lehet, hogy sokaknak álhatatossága és kitartásra van szüksége ahhoz, hogy megkapják a javakat. Mutasd meg, kérlek, Uram. Köszönjük, atyám, hogy zárásként megvallhatjuk azt, hogy te jó és hűséges Isten vagy. De olyan Isten vagy, aki meg akarsz minket jutalmazni. És atyám, mi szeretnénk úgy imádkozni, és szeretnénk úgy élni, hogy mind a te dicsőségedben legyen. Uram, a motivációkat kérek, rendezd át, atyám, a te dicsőségedre. Mutass rá a bensőkbe. Uram, gerjezik a szívünk azért, hogy munkatársai legyünk ebben az ügyben. Köszönöm, Uram, hogy ez a szellemet tüzelje föl bennünket. Hogy imádságok szállnak föl a mennyig. Én köszönöm, atyám, hogy ki fogod nyitni az áldásodnak a kapuját. Én köszönöm, atyám, azt, hogy a kérésekre válaszolni fogsz, és köszönöm, hogy meg fogják kapni, és meg fogom kapni én is, Uram, azokat a dicsőséges ajándékokat, amit te terveztél nekünk. Köszönöm, hogy ki fogod, atyám, adni ezeket. Mert az van a szívedben, hogy odaad nekünk, hogy te megdicsőülj ebbe, hogy mi az örömünk teljes legyen. Köszönöm, atyám, hogy Jézus nevében imádkozhatok. Köszönöm, hogy jöhetünk be Jézus vérén át. Köszönöm, atyám, hogy itt lehetünk a te tróntermedben, most is. Köszönöm, atyám, hogy be akarsz bennünket tölteni a javaiddal, most is. Köszönöm, hogy ki fogod nyitni, Uram, a magtárak ajtaját. Köszönöm, atyám, hogy gyógyulásokat fogsz adni. Köszönöm, hogy kész van a szíveden, eltervezted a gyógyulás személyeknek az életében. Köszönöm, hogy meg fogják érteni az útját, módját az imádságnak. Köszönöm, hogy egymás mellé állhatunk, Uram, imádságban. Dicsérlek téged, atyám. Köszönöm, Uram, hogy gerjezhet a szívünk te feléd. Köszönöm, hogy jó atya vagy. Köszönöm, hogy jó atya vagy, atyám. Köszönöm, hogy jelen vagy köztünk. És köszönöm, hogy te adtál nekünk figyelmet és értelmet, megértened te szavaidat. A Jézus nevében. Amen. Drága tesók, az van, hogy most Evelinék, ha nem alszanak, akkor énekelnek nekünk két éneket. És aztán arról beszéltünk, arra gondoltunk, hogy tudjuk itt, hogy vannak olyan tesók, most nem akarok újra mutatni, akiknek olyan
elmúlt időszakuk volt, ahol csodálatos ima meghallgatások voltak. Nagyon jó bizonyság számunkra, bátorít azt, hogy hogyan mentek át egy-egy harcon. Úgyhogy azok a testoknak a jelentkezését várjuk, akik a két ének után föl fognak jönni, egyen, ketten, hárman, négyen, öten, és fognak bennünket bátorítani a bizonyságtételekben. Aztán, amikor ez a bizonyságtételes rész megvolt, maradjunk bent és tényleg figyeljünk rájuk, akkor Áron, Zoli, Attila, Marci, Ildikó ott fognak állni hátul, ha valakinek imádságra van szüksége, szeretnének imádkozni, értetek, jó? Úgyhogy most éneklünk, pihenünk, bizonságot hallgatunk, aztán pedig, ha valakinek szüksége van, akkor imádkozunk. Jó, legyetek áldottak az Úr Jézus nevében.